Üdvözlöm Önöket! Ez itt az Újpesti Retro legfrissebb adása. Eljött a november, ami azt jelenti, hogy közeleg a Mártonnap, ami Újpesten már a korábbi években is meghatározó esemény volt. Nézzük, mi volt régen? Kezdjük egy kis nótával. Madár, mint aludt. Ha nem kell néki, gyalogul. Télen-nyáron mezitláb, így kíméli a csizmát. Nagy szeretettel köszöntünk minden drága újpestit és nem újpestit. Fogyasszák a sok finomságot, mi meg adjuk a jó hangulatot. Sarkantyús csizmáját, elment atyunk búcsút járni, nem kell onnét visszajárni, majd visszajön sülve, főve, menünk többe, főve, majd visszajön sülve, főve, menünk többe, főve. Ludas Kása a zsíros kenyérrel. Ez várta 2012-ben a vásárlókat, akkor még persze a régi piacon. A Mártonnapot megelőző szombaton, november 10-én meglepetéssel várta az újpesti piac és vásárcsarnok felügyelősége a vásárlókat. A virágcsarnok szomszédságában megterített asztalnál Ludas Kását és májas zsíros kenyeret kínáltak a vásárlóknak. Nagyon finom a máj is, meg a rizs is. Nagyon ügyes a piac felügyelőség, hogy ilyen jó programot csinált tényleg itt vásárlóknak. Több mint 500 szelet kenyeret kentek meg a piacfelügyelőség munkatársai. Kétféle májból készült a lilahagymával, savanyúsággal kínált zsíros kenyér. Aki libát nem eszik, egész évben éhezik. A piacon én már ezt 5. éve tartjuk, hagyományteremtő. Most pecsenye libamájból készítettük a libamáj zsíros kenyeret, és természetesen testhájjal, libatesthájjal. A sűrű program a piacon tovább folytatódik. A libanapi finomságok után, decemberben, a karácsonyi időszak alatt szintén számos program várja a látogatókat finom kóstolókkal. Évről évre ilyenkor egy kicsit feldúsított program van. Ugye most majd jön a Mikulás december 6-án, meglátogatja a piacot és meglátogatja az akkor kezdődő karácsonyi vásárunkat. Karácsony hetében, advent hetében minden szombaton készülünk hagyományos karácsonyi ételekkel, halászlével, töltött káposztával, hurka, kolbász, pecsenye, és hát lesz egy rendkívül, ami nem teljesen karácsonyi, a birkapörkölt.
A liba ügyeknek még nincs vége, 2015-ben hagyományteremtő szándékkal Márton napján lámpás felvonulást rendeztek a lakkozótag óvodában is. 2015. november 11-én Márton napon különös fények lepték el a lakkozótag óvodát. Ma azért jöttünk itt össze, mert egy hagyományt szeretnénk teremteni, méghozzá úgy, hogy nem csak itt az óvodában, hanem ennek a hagyománynak azt szeretnénk, ha Káposztásmegyeren és Újpesten elindíthatnánk valamit. A hagyományőrző szándékkal indított eseményre 17 órára érkeztek a gyerekek és szüleik, akiknek Majzik Ferencné óvodavezető mondta el a számukra különös szokás megtartásának okát. Ebbe az óvodába, ebbe az évben elindult két német nemzetiségi csoport. Ők egy kicsit másképp ünneplik a Márton napot, mint a magyar nyelvterületeken, és mi itt Magyarországon, és ezért arra gondoltunk, hogy ez a lámpás, ez a német nyelvterületről való dolog, és a lámpást felvonulást kipróbáltuk, hogy most hogy működik. Manapság ebben elsősorban a gyerekek vesznek részt sötétedéskor, a maguk készítette lampionjaikkal járják az utcákat, miközben régi Mártonnapi dalokat énekelnek. A menet élén általában egy Szent Mártonnak öltözött lovas áll, a lampionok fénye pedig a jó cselekedeteket jelképezi, hogy mindenkihez eljussanak. Általában műsorral is készülnek, mely leggyakrabban a köpönyegét megosztó Márton történetét mutatja be. Lezárásként pedig meggyújtják a Márton tüzet és megajándékozzák a gyerekeket valamiféle finomsággal, például perecszer, Márton kiflivel, fánkkal, liba alakú kaláccsal, cukorkával, teával, gyermekpuncsal, Márton mosttal. Az egyik legkedveltebb Mártonnapi ajándék az úgynevezett Vekman, ami egy édestésztából készült ember alakú figura. Azért az óvodavezető a Magyarországon e napon tartott hagyományokról sem feledkezett meg, valamint elmondta azt is, hogy a gyerekekkel az elkövetkezendőkben is tervezi, hogy nálunk ismeretlen hagyományokat is megrendeznek. Jövőre már Szent Györgyöt is hozzuk magunkkal, hiszen az az egyik jelkép a Márton napnál, és ha igaz, akkor lovon fogja vezetni a menetet, úgyhogy remélem, hogy mindenki a magyar hagyományokat is otthon már libasülttel fogja várni a családot, aki otthon marad, ha nem, akkor lehet kezdeni sütögetni. Amíg pedig a libasült kisül, addig mi a lámpás felvonulás képeivel búcsúzunk. Három szürke, három fekete, Gunár, Gunár, liba, Gunár, Gunár az eleje, akinek nincs párja, válaszol magának. Libából sohasem elég, viszont kevesen vannak, köztük én is, akik tudják, hogyan kell jól elkészíteni a libamájat. Most egy igazi retro főzős videó érkezik Balog Angéla, az újpesti piac egykori vezetőjének konyhájából. Igaz, a felvétel az ünnepek előtt készült, de azért valljuk be, egy tuti recept mindig jól jöhet. Nálunk hagyományos étel van karácsonykor. Szenteste halászlét készítek, borlevest, illetve spékelt libamájat, kacsamájat. A bőrös hájat földarabolom, körülbelül ekkora darabokra. Ebből kevesebb zsír lesz, de gusztusosabb töpörtyű. A testháj, abból több a zsiradék, és kevesebb a töpörtyű rész. A tálcán látható már előkészített állapotban a két máj. Ez a kacsamáj, látni a színén, hogy egy sötétebb, teltebb máj. Ez pedig a libamáj, egy világosabb színű, egy lazább szerkezetű. Ez kalóriába is több. Mi mindkettőt szeretjük. Amennyi súlyú a bőrös hájam, annyi deciliter vízbe teszem fel főni. Jelen pillanatban ez körülbelül olyan 1 kg, 1 deci vízbe teszem fel. Lefedve párolom, ezáltal válik omlósá, porhanyossá. Időnként meg belelesek, megrázogatom. Na most már azért úgy kezdi szépen elveszteni a színét, már azért ugye látni, hogy egy picit másabb, de jó rotyog, és így kell, hogy ez gyakorlatilag abálódjon.
igazából magyar fokhagymát használok. Mondhatnám, hogy az enyém, de sajnos nekem idén nem sikerült. Nagyon száraz volt a nyár, és ezért van az, hogy a piacon is kevesebb a fokhagyma, illetve a magyar fokhagyma borsosabb áron van. A kínai lényegesen nagyobb, de nincs az az íze, nincs az az amata, nincs az az igazi magyaros karaktere, amit egy fokhagymától mi magyarok elvárunk. Ezeket a kis szeleteket fogom majd szépen, ezekkel fogom megspékelni. Egy hegyes késsel beleszúrok, úgyis fogok megcsinálni többet. Jó mélyre, amilyen mélyig le tudok menni, kiveszem. És a fokhagymát bele helyezem. Egész-egész lenyomom, ameddig csak tudom. És így haladok sorba, amilyen sűrűre meg akarom spékelni. Hát ez egy picit munkaigényes, sziszifuszi munka, de megéri a fáradtság, mert nagyon finom, ízletes, ahogy egyszerűen ugye a belső tömör májat átjárja a fokhagyma. Oj, ragyogó! Ez pont olyan nekünk, amilyennek lennie kell. Ilyenkor leveszem azért a nyílt lángról, vagy hát a lángról. Egy nagyon picit várok, hogy egy picit csituljon ez a pezsgés. A májjal nagyon más sütésével nagyon óvatosan kell bánni, mert spriccel csapódik, és bizony elég súlyos, úgymond égési sérüléseket lehet kapni. Most akkor így belehelyezem, megpróbálom óvatosan, úgy, nagyon jó, egy kicsit elrendezem. Helyet csinálok a másiknak. Nem jó, mert ezt fordítva tesszük. Ezt lábtól tesszük. Úgy. Hát igen, cuffosan vannak, de meg fognak férni egymás mellett. És visszahúzom. Így békél meg a kacsa a libával, bár a Baromfi udvarba is jól megvannak egymással. És akkor most ismételten lefedem. Most már ugye csendesebbre vettem, mert most már az kell, hogy ez a vastag máj húsa, úgymond, az is átsüljön. És most akkor hagyjuk legalább egy 10 percig. Én néha meg szoktam nézni, illetve körülbelül egy olyan fél időnél átfordítom. Most, mivel úgy érzékeltem az előbb, hogy a kacsamáj az már jó, elfogyasztható állapotba került, ezért leemelem. Várok egy pár másodpercet, hogy csituljon a sülés. Majd leveszem a tetejét, most készülhet a... és óvatosan kiemelem. Hát ez a végtermék. Innentől kezdve már a lupulusi lakoma jöhet. Most mondhatnám azt, hogy a puding próbálja az evés, de helyette azt mondom, hogy a liba tepertő és a liba máj próbálja az evés. Kóstoljuk meg, jó étvágyat kívánok, és minden újpesti lakosnak kívánok áldott boldog új esztendőt és áldott ünnepeket. A 2017-ben már az ifjúsági ház sem maradt ki a Márton napból, a gyerekeket rengeteg program várta.
Idén is lesz Márton napi lámpás felvonulás, a menet kiinduló pontja azonban változik, ezúttal a Károlyi szobor előtt lesz a gyülekező, onnan indul a körút, aminek a végén koncert, előadások és finom falatok várják majd a résztvevőket. Köszönöm a figyelmüket, ez volt már az újpesti retro, találkozunk legközelebb.